Egy évtizede a világ összes sikerét irányította, de aztán a Föld nyert. Mi történt Gotye-vel? Majdnem 11 évvel ezelőtt, 2011. július 5, én elindított valakit, aki találkozott, aki a 2010-es és a legismertebb sikere lett a 2010-es és a himnusznak, miután a világszerte a repedés visszhangzott. Sokan nem tudták elviselni, de valószínűleg kisebbségben voltak, mert a dalma még mindig zümmög. A dal mögött álló ember azonban azóta visszavonult a popzenektől, és Gotye téma inkább az egységes csodák ötödikségének nevezik. De miért vált ez a dal az egyetlen fontos siker, és mi a legfontosabb, mit tett az énekes, mivel mindenki ismert volt az egész világon? Számban. Az a személy, aki régen tudta, valódi világ sikerévé vált, és mindkét művész számára jellegzetes dal lett. Az Egyesült Államokban az Egyesült Királyság, Ausztrália és Új-Zéland, valamint 25 további hivatalos siker volt a világ több mint 30 országában az első 10 legjobban. Ez volt a 2011-es legsikeresebb kereskedelmi dal Flandria-ban, 2012 legsikeresebb dala Vallonia-ban, Kanadában, Izraelben, az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, és Ausztrália lett a 2010-es legsikeresebb dal. 10 országban multi, platinum tanúsítást és gyémántot kapott Ausztráliában. A dal világszerte több mint 13 millió példányt adott el, ami minden idők egyik legjobban eladott digitális kislemezét teszi, felnőtteknek és alternatív daloknak az év végétől. Az egész világon. 2013-ban a dal két Grammy-díjat nyert, a Pop Duo Group legjobb teljesítményével és az év regisztrációs kategóriájával, de számtalan elismerést kapott világszerte. Miért vált olyan népszerűvé? Valószínűleg azért, mert ingyenesen letölthető az interneten, és viszont titokzatos tényező volt, legalábbis a világ azon részén, amely nem Ausztrália volt. Ez történt, hogy egy héttel az ausztrál énekes és a zeneszerző Gotye hivatalosan új duót mutattak be az új-zélandi Kimba Pop tolmácsnál az Ausztrál Triple Jö programban, mind a dal, mind a klip, amely egy vírus, amely elterjedt az interneten. Ettől a pillanattól kezdve egy sorozat.